Elrajtolt a turkarcagról, de most lesz a polgármester úrral beszélgetünk. Egy nagyon szép karcag felirat jelzi, és kaptunk egy elismerést is. Nagyon nagy elismerés ez, azt gondolom, a városnak, hogy ismét karcagról rajtoltak. Hát azt hiszem, hogy talán a karcag volt a legtöbbször rajtállomás, vagy célállomás, tehát én úgy érzem, hogy a Tour de Hongrie szervezői, rendezői alkalmasnak találják településünket arra, hogy itt mindenképpen legyen valamilyen ceremónia a Tour de Hongrie versenye okán, és erre nagyon büszkék vagyunk, és éppen most beszélgettem az egyik főszervezővel, de hallhattuk is tőle, nagyon meg vannak elégedve a területtel, a lehetőségekkel, a szállás lehetőségekkel, és ennek is köszönhetjük természetesen, hogy újból otthont adtattunk ennek a versenynek. Egyébként még azért nagyon sok háttérmunka is van előtt természetesen, hiszen azt tudni kell, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok település szeretne részese lenni ennek a Tour de Hongrie körversenynek, és hát ebben a versenyben azért nagyon sok segítséget kaptunk Farkas Sándor korábbi miniszter úrtól, illetve Varga Mihály pénzügyminiszter úrtól is, de ettől függetlenül is, még egyszer mondom, az jön le, hogy szeretnek itt lenni, szeretnek itt tartózkodni, imádják a strandot, imádják az itteni feelinget, és hát valóban a közönség is örömmel jön ki, akár egy rajtversenyre, akár egy beérkezésre, úgyhogy köszönjük, hogy ismét otthon tarthattunk a Tour de Hongrie rendezvényének. Itt elhangzott, aranyvárosnak minősítette itt a bemondó több alkalommal is karcagot, és hát rendkívül volt, azt gondolom, ez a mai rajt, hiszen fölvezették városunk jeles szülöttei ezt a mezőnyt. Hát ez is mutatja, hogy szeretnek itt tartózkodni, elégedettek. Nyilvánvalóan minden település megpróbál kitenni magáért, hogy oda csábítsa a versenyzőket, egyáltalán a túr mezőnyét. Hát ebben akkor mi nagyon az élen helyezkedhetünk el, valóban aranyvárosként minősítettek bennünket, ez mindenképpen egy örömteli dolog. És hát még beszélünk itt, már szétisztették mögöttünk ezt a biztosító részt, tehát azt gondolom, hogy a csapatot is lehet aranynak minősíteni, hogy nagyon jól értik a dolgokat és percek alatt megoldják. Pokolian profi csapatról van szó, tehát azért el kell képzelni, hogy itt lemegy a rajt, és pár órán belül már férbe érkeznek valahol jelen esetben a kékestetőre a versenyzők. Egyébként ez lesz a király etap, tehát nem lesz könnyű ebben a iszonyatos hőségben feltekelni a ország legmagasabb pontjához, de biztos, hogy a szervezőknek, rendezőknek, profiknak kell lenni, és azok is, hiszen ott már ugyanezek a kordonok fognak megjelenni, tehát itt azt mondhatom, hogy persze ki van számolva mindenkinek a munkája, és nagyon ügyesen végzik a dolgukat, le a kalappal előttük. Este pedig megnézzük, hogy ki nyerte ezt a szakaszt. Reméljük, hogy magyaroknak szurkolhatunk, és ott lesznek a dobogón a mai nap után is. Köszönjük szépen! Hát sőt, már a délután folyamán élő egyenesben követhetjük a verseny részleteit. Remélem, hogy a magyar versenyzők szépen helytállnak, keményen szurkolunk nekik.